Köszöntöm nézőinket, Önök közéleti magazinunkat látják, Jela Jászmin Grész vagyok. Mutatom, mit kínálunk a mai műsorban. Acéllal az egészségért, a biztonságért és a békéért. Ez volt a mottója a Ferropatent ZRT harmadik alkalommal megrendezésre kerülő Semmelweis napi ünnepségének. Az eseményen részt vettek a Vármegye kórházi dolgozói, a mentőszolgálat munkatársai és a házi orvosok. Emellett a katasztrófavédelem és a rendőrség részéről is érkeztek vendégek. Egyebek mellett a Tücsök zenés színpad is szórakoztatta a meghívott vendégeket a Ferropatent ZRT Semmelweis napi ünnepségén. A rendezvényt 3 évvel ezelőtt indította útjára Szabó Sándor elnök vezérigazgató és Füli János országgyűlési képviselő. A komitos helyzet volt, hogy megérdemelnek, nem kérdéses, hogy tartsunk egy ilyen, a 4 kórháznak egy ilyen fogadást, kisebb csoportnak, hogy elismerjük a munkájukat, és nyilván ebben is kedveskedjünk, amit tesznek értünk, és a nyilván sok-sok betegért. És úgy gondoltuk, hogy ez a rendezvény annyira jól sikerült, hogy ezt minden évben nem csak megpróbáljuk, hanem megtartsuk, és adjunk vissza valamit a dolgozóknak, orvosoknak, a szolgáltató részeknek is, akik tesznek értünk, egészségesek legyünk. Minden kórházból, ugye Bonyhádból, Paksról, Szekszárdról, és minden kórházban jönnek ugye, kollégák, nyilván a főigazgató úr, a Németh Csabával lett leegyeztetve, és ő ugye beszélte meg a vezetőkkel, hogy akik el tudnak jönni, egy 55 fő, közel 55 fővel lesznek itt a 4 kórház, meg természetesen a rendvédelmi szerv, a rendőrség, a katasztrófavédelem, a mentősök, és a házi orvosok is. 30 pár éve én az orvostársadalmat támogatom, nem ma kezdtem már, nem is vagyok mai gyerek, én ugye nagy orvos támogató vagyok, és nyilván az kihozta úgy belőlünk, hogy egy kicsit adjunk akkor abba az évbe egy olyant, amiért tényleg rohadt sokat adtak értünk, az egészségé dolgoztak, nem csak az orvosok, az ápolók is, és akkor azt megfogadtuk, ameddig tehetjük, akkor minden évben tartunk egy ilyen ennappal egy ilyen fogadást, és egy kicsit visszaadunk nekik innen, onnan, beszélgetéssel, egy kis jó étellel, és egy kis jó kis szórakozással. Dr. Kovács Klára a házi orvosokat képviselte az eseményen, elmondta, hogy az ünnep jó alkalom arra, hogy a pozitívumokról beszéljenek, zajlik ugyanis az egészségügy átalakítása, melynek kapcsán már több nagy lépést is megtettek. Nem magunkat ünnepeljük, és nem az egészségügyet, hanem mások ünnepelik az egészségügyi dolgozókat, nem kitüntetéseket osztanak, hanem megemlékeznek arról az elkötelezett munkáról, amit végeznek a kollégák, és a kollégákon kívül a nővérek, szakdolgozók. Nekem öröm részt venni egy ilyen ünnepen. A lényeg azon van, hogy miközben zajlik az egészségügy átalakítása, szót értsünk egymással. Mi kollégák egymással, és mi gyógyítók a páciensekkel. Ne a nehézségekre kerüljön a hangsúly. A teremtés is 7 nap alatt történt, és az első napon csak az ég és a föld jött létre, és csak a 7. napon volt ünnep, közben pedig munka folyt. Én úgy gondolom, hogy jelenleg az egészségügy átalakítása is ott tart, hogy a 4.-5. napnál a lépéseket fel tudnám sorolni, de az több, mint ami így ilyen riportba belefér, de bennem ott van a hit és a bizakodás, hogy a problémák legyőzése után egy jobb egészségügynek örülhetnek a dolgozók, és elsősorban a páciensek, illetve nem is a betegségre, hanem majd a megelőzésre kerül a hangsúly. Süli János elmondta, hogy a koronavírus idején, amit egyébként saját maga is megtapasztalt, az egyes hatóságok, szervezetek összefogására volt szükség. Összetette volna, amikor baj van, hogy egy nagy összefogás kellett, mint az adminisztráció, tehát a kormányhivatalok, de a helyi kormányzatok részéről, rendelőintézetek, családorvosok részéről, kórház, tehát mindenki, de a betegszállítástól, a betegirányításig, ugye még a honvédség, akit kihagytunk, annak is az egyszerű kórházban volt szerepe, hisz ők irányították, hogy hova lehet menni, merre kell járni. Tehát én ezt a példamutatást, hogy Magyarország a bajba össze tudott fogni
mindig példaként is fel tudom hozni, és példaként is említem, mindjárt, hogy a bajba derül ki, hogy azért tudunk mi együtt dolgozni, és egymást segítve túlélni gondokat. Úgyhogy innen is az egész vármegye, hisz nem lehet itt mindenki Sándor, hogy megint egy másik termet csinálta helyett, hogy ezt fölbővítette volna, mert akkor még több vendéget tudnánk a vármegyéből vendégül látni. Ebben a helységben ennyien tudunk elférni, de mindenkit kérek, hogy tolmácsolja minden munkatársának ezt a köszönetünket, és hálánkat, és továbbra is jó munkát kívánok önöknek. Nem önök a Magyarországon a legjobban menedzser réteg, azt tudjuk tulajdonképpen, de a kitartást, a munkát, azt mindenféleképpen minden ágazatnak köszönjük még egyszer. Horváth István országgyűlési képviselő úgy fogalmazott, fontos, hogy ne csak a nehéz helyzetekben adózzunk hálával. János és Sándor kezdeményezésére jött létre ez a úgymond hálaadás, amely gyakorlatilag a hálánk kifejezése mindazok számára, akik a Covid-járvány idején tolnamegyei emberekért tettek, legyen az egészségügy, legyen ez közbiztonság, legyen ez katasztrófelhárítás, vagy akár a kormányhivatal dolgozói szervezték a nem kis munkát igénylő különböző oltási helyeket és oltási helyszíneket. De attól vagyunk mi erősek, és attól értéktelenül a mi közösségünk, hogy nem csak a veszélyben, vagy nem csak a nehéz helyzetekben adózunk hálával, hanem hál' Istennek talán a Covid-on már túl vagyunk, de maga az a szándék, az a kezdeményezés, hogy kifejezzük köszönetünket és tiszteletünket, ez ma is megvan, és azért is tartunk fontosnak ezt a rendezvényt, mert igazából ez a rendezvény, ez egy üzenet az önök munkájuknak, üzenet az önök hivatásuknak, és csatlakoznék Jánoshoz, üzenet azoknak, akik most nem lehetnek itt, de az önök munkatársai, akár az egészségügy, a közbiztonság, a mentőszolgálat, a kormányhivatal dolgozói részére, hogy üzenjük, hogy köszönjük a munkájukat, köszönjük a hivatástudatukat. Mert akkor, amikor az egészségügyről beszélünk, a közbiztonságról beszélünk, vagy egy állami apparátus működéséről beszélünk, akkor mi magyarok mindig a kicsit a szkeptikusak vagyunk, de bebizonyította mindegyik rendszer, hogy akkor, amikor tényleg baj van, akkor viszont világszínvonalon álltunk helyt. Legyen azok mentősök, kórházi dolgozók, közbiztonságban dolgozók, vagy akár a hivatalokban lévők, és ez azt mutatja, hogy benne van az a fajta természetes ösztön mindannyiunkban, hogy tényleg tudjuk, hogy hol a helyünk, és tudjuk, hogy mi a feladatunk és mi a felelősségünk. A Szekszárdi Vállalat elnök vezérigazgatója nem csak szóban fejezte ki köszönetét az áldozatos munkáért, 1 millió forintos támogatásban részesült a Vármegyei Kórház, valamint fél-fél millió forintot kapott a mentőszolgálat, a katasztrófavédelem és a rendőrség. A következő percekben bemutatkozik a Sinus Electro Kft., a Tolna megyei szakképzési centrum duális partnere. A cégnél jelenleg az elektronikai és elektrotechnikai ágazatban tanuló fiatalok oktatása zajlik. A szekszárdi székhelyű Sinus Electro Kft. Egy 30 éves családi vállalkozás. A cég fő profilja a villamosságszerelés. Megalakulásuk óta számos építőipari villamos kivitelezési munkát végeztek már, mondja az ügyvezető. A vállalkozás a közelmúltban csatlakozott a duális képzési rendszerhez, így jelenleg 6 diák sajátítja el a szakma rejtelmeit. A munkaerő piac hozta ezt a dolgot, hogy elkezdtünk a diákokkal foglalkozni, hiszen jó munkaerőt, képzett munkaerőt nem nagyon lehet találni. Én azt az elvet vallom, hogy a szakmaiságot meg tudjuk az embereknek tanítani, ezzel nincs probléma. Az emberi hozzáállásnak kell olyannak lennie, hogy az számunkra megfelelő legyen. A 18 pluszos, tehát akik már egy végzettséggel rendelkeztek, és ők most villanyszerűen tanulnak ezekkel a diákokkal, azt gondoltam, hogy velük lehet azért menni valamire. Az elméleti és szakmai tudást a kollégáink, mérnök kollégáim át tudják adni.
az összes többi az pedig magukra fogják ezt szedni, és képzett szakemberek lesznek, és ezzel meg fogom tudni oldani a munkaerő hiányt. Olyan szakemberek, akik ismerik a céget, ismerik a működését, itt dolgoznak már másfél-két évet, megismerték a szakmának minden csinyát, binyát, olyan mesterektől tanulnak, akitől lehet és érdemes. Azt gondolom, hogy ezzel egy olyan hosszú távú elképzelést tudunk megvalósítani, tehát ami biztosítja a cég jövőjét még elég sokáig. A tanulók 5 hónapja töltik itt a hétköznapokat. Az eddigi tapasztalataim nekem nagyon pozitívak. Én azt gondolom, hogy csak bánni kell tudni ezekkel a fiúkkal. Úgy is kezelem őket, mint teljes értékű munkatársakat, tehát nem valami tedd ide, tedd oda kis takarító fiúcskák ők. Jövőbeli, leendő kollégáim, tudja mindegyikük azt, hogy úgy is vettem őket föl, hogy ha a szakmai fejlődésük és az emberi hozzáállásuk olyan, akkor természetesen ők munkahelyként számíthatnak a cégre a továbbiakban is, ebben tisztában vannak. Különböző feladatokat végeznek, váltva végzik, tehát nem állandósult, tehát őket is cserélgetjük, ne ugyanazok a brigádok menjenek ugyanazokkal a brigádokkal, mindenféle feladatot végzünk több munkahelyen, mindegyikkel legyenek tisztában, mindegyiket lássák meg, és nekik ez nagyon tetszik is, és ez egy jó működő történet, úgy látszik. Kiskoromtól kezdve érdekelt a villanyszerelés, és hát úgy hozta az élet, hogy ide kerültem Szekszárdra. Jól érzem magam igazából, az oktatás és a szakmai gyakorlat is rendben van. Az itteni dolgozók egy folyton oktatnak minket, meg átadják a tudásukat, ahogy tudják. Így rögtön éles helyzetben vagyunk, kontrollált környezetben úgymond, és hogyha elrontunk valamit, akkor van tapasztalt munkatárs, aki segít benne, hogy hogyan lehetne jobban megcsinálni, vagy miért rossz, amit éppen rosszul oldottunk meg. Mindenféleképpen a szakmában szeretnék elhelyezkedni, aztán ha lehetőség van, akkor itt ennél a cégnél. És mindjárt nagyobb lesz az áramfelvétel, ugye akkor így ezzel a hosszabb képlettel lehet kiszámolni Párizsban. Előrelépési lehetőségre, én támogatom az edukációjukat, hogyha valami olyan tanfolyam, valami olyan képzettség, valami olyasmi van kilátásban, ami nekik is jó lehet, annak én ugyanúgy ott vagyok mellettük és támogatom őket benne. Igen, volt olyan segédmunkás kollégám, akit támogattam abban, hogy végezze el a villanyszerelő iskolát, és annak ezt villanyszerelő szakmunkásként tudom alkalmazni. Nekem is jó, mert több feladatot tudok rábízni, önálló munkavégzést, magasabb bért tudok neki adni. Ez egy abszolút win-win üzlet. Úgyhogy perspektíva ebben nagyon van, az építőipar jelenlegi helyzetében is. Én hiszem azt, és nagyon remélem, hogy ez a piac is előbb-utóbb meg fog tisztulni. Mi arra helyezzük a hangsúlyt, hogy nem az olcsó árakkal és így ehhez kapcsolódó munkavégzéssel, hanem a komplex szolgáltatásokkal próbálunk munkákat nyerni, és nyerünk is munkákat, és ezt tanítjuk meg a kollégáinknak is, hogy jó minőségi munkavégzés és az elhivatottság, ez egy magasabb bérstruktúrát eredményez, egy jól kiszámítható bérrendszer mentén tudnak előre haladni. Szekszárd volt a következő állomása a Nimród Fórumnak. Az országos szinten megszervezett vadászati előadás sorozat kiváló alkalom a társaságoknak hagyatékuk továbbadására, új információk, tapasztalatok cseréjére. A 2023. januárjában indult programsorozatot a Nimród szakfolyóirat azzal a céllal hívta életre, hogy a vadászati világkiállítás hagyatékát tovább vihesse, illetve hogy országos és helyi szinten is foglalkozzon az éppen aktuális témákkal. De nem csak szorosan az e témában érdekelteket kötheti le ez a rendezvény, mert más természethez kapcsolódó kulturális előadások is előtérbe kerülnek majd. Nem csak a helyi Dolna vármegyei vadászok szempontjából, hanem országos szempontból is jelentősége van, hiszen az összes, talán Budapesten nem, de a Budapesten kívüli vármegyékben biztos, hogy lesznek ilyen rendezvények. Ez a Nimród szak folyóiratnak a rendezvénye. Nyilván az a cél, hogy egy seregszemlét csináljanak a megyékbe.
megítélésem szerint nem csak a vadásztársadalomnak szól ez a rendezvény, hiszen hogy a programét végignézzük, azért művészeti, fotoművészeti szempontból is vannak kuruizmumnak tűnő dolgok benne, előadások. Úgyhogy én azt gondolom, hogy csábíthatnánk ide a nem vadász társadalomnak, mert többsége mégiscsak ők vannak, a tagjait is, a lakosságot, hiszen a vadászat az nem csak vadászat, ez egy természetszeretet, környezetvédelem, nagyon sok minden más is, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon jó rendezvény. A vadgazdálkodásban, a vadászati kultúrában, a természetben országosan és az érintett területeken is bekövetkezett változásokat előadások formájában megismertethetik, így az érintettek vármegyeszerte beszámolhatnak saját területükön szerzett tapasztalataikról. Mi januárban indítottuk el a Nimród Fórum sorozatot, ami tulajdonképpen a világkiállítás szellemiségének, munkájának, de ahogy tetszik a hétköznapok vadászattal, vadászati kultúrával való foglalkozásának a folytatását jelenti. Azt hiszem a világkiállítás egyik nagy tanúsága az volt, hogy nem elég csak egyszer bemutatni mindazt, amit Magyarország, azon belül néhány helyszín, és ebben a szempontból egyébként Tolna megye kiemelkedik, hiszen két égköve is van vadászati szempontból, Gyulaj és Gemenc. Szóval hogy ezek a helyek, a hozzá kapcsolódó kulturális közeg, a szakma, erdészeti igazgatóságok tudnak Magyarországról. Erről folyamatosan kell beszélni, és a Nimród Fórum ennek a kiszolgálására jött létre. Ebben az évben, illetve hát a jövő évben természetesen a számosságból kifolyólag minden vármegyét körbejárunk, a megyeszékhelyeket, találkozunk a megyei kamarákkal, az ottani erdőgazdaságokkal, a szakmával, az érdeklődőkkel, és próbálunk mi is ihletet, tartalmakat meríteni, illetve inspirációt adni a helyieknek. Az egyik országosan aktuális téma például a természeti környezet használatának megváltozása napjainkban. Az utóbbi években megnövekedett számú turista, akik nincsenek otthon a vadászati szabályokban, szokásokban, viszont a gazdálkodással érintett területeket járják. Ez önmagában is egy komoly kihívást jelent a szakembereknek. Az államtitkár elmondta, a több mint 600 ezer látogató jelenléte a világkiállításon bebizonyította, hogy van helye a vadászatról való értelmes, felvilágosító módon beszélni. Helyi szinten pedig rendkívül érdekes tapasztalatokat cserélni, inspirációt adni egymásnak. Minden helyszínen, így most itt Szekszárdon is, a helyi sajátosságokról, a helyi szakmai tudásról, kulturális közegről kapunk ilyenkor előadásokat, amit aztán természetesen mi a Nimródban feldolgozunk. A helyi hírek, a helyi kultúra így válik országossá, illetve tudja megmutatni magát a világnak is. A konferencia sorozatra az ország minden részén nagy az érdeklődés. A szekszárdi 6. állomáson megtartott eseményen vadgazdálkodási társaságok, erdészetek képviselői tartottak előadásokat, de egyetemi oktató, természetfotós és szobrászművész is tartott előadást a vadászathoz, természethez, állatokhoz kapcsolódó témákban. A kábítószerellenes világnap alkalmából tartott rendezvényt a RÉV Szenvedélybeteg Segítő Szolgálat a Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórummal közösen. A széles körben megjelent érdeklődők a rendezvényen többek között hallhattak a fiatalkori drog problémák kötődéséről a családi körülményekhez és azok megelőzhetőségéről. A konferencián számos érdekes előadást hallgathattak meg az érdeklődők a szolgálat munkatársaitól, valamint a Szekszárdi Kórház pszichiátriai osztályának dolgozóitól. Az intézmény konzulense beszélt a családi devianciákról, melyek a gyermekkori viselkedés zavarok hátterében állhatnak, ami így közvetve vezethet a későbbi függőség kialakulásához. Ennek a hátterén fogunk élettörténeti devianciákról, buktatókról beszélni, meg esetleg ilyen családterápiás vonatkozásokról is beszélünk, amik úgy látjuk tapasztalataink alapján, hogy ezek vezetnek esetleg egy kábítószerfogyasztó életmódhoz, karrierhez. A terápiás segítők a középiskolákban is kiemelten jelen vannak, ahol tanácsadással tudnak segíteni a fiataloknak. A RÉV egyik szolgáltatási eleme az úgynevezett kihelyezett tanácsadás, amit két középiskolában működtetünk, itt Szekszárdon, a Kolpingban, illetve a Bezerédi középiskolában. És ez arról szól, hogy ezzel a korosztállyal, a serdülő korosztállyal kerülünk kapcsolatba. Ez egy rövid
tanácsadási forma, addiktológiai fókuszú, ami azt jelenti, hogy bárki, aki veszélyeztetett olyan szempontból, hogy akár olyan családi, akár olyan élethelyzetben van, ahol megnő a kockázata annak, hogy ő bármilyen deviáns viselkedést elkezdjen, legyen ez akár egy kábítószer használat, egy alkohol használat, vagy akár egy maladaptív megküzdési mód, akkor van lehetőség, hogy erről beszéljünk, ezt tudatosítsuk, felismerje, és akár olyan segítséget kapjon ehhez a későbbiek folyamán, nem feltétlenül tőlünk, más segítő szervezettől vagy szakembertől, amitől így kikerül idézőjelben ebből a veszélyeztetett helyzetből. A kábítószer probléma évről évre egyre több fiatalt érint, ezért is fontos, hogy az oktatási intézményekben is felismerjék és kezelni tudják a helyzetet, hogy a gyerekek minél előbb segítséget kapjanak. Az ENSZ június 26-át tűzte ki a kábítószer elleni küzdelem világnapjának. Ez most alkalmat ad arra, hogy emlékezzünk, informálódjunk, kicsit reflektorfénybe kerüljön a kábítószer probléma. Amit témának kitűztünk a mai napra, az főleg az oktatási intézményekben a gyerekekkel kapcsolatos. És itt elsősorban a pszichiátriai, tehát szorongás, depressziós kórképek, illetve a kábítószer probléma. Azt látjuk, hogy az iskolai szociális segítők és a szociális szakmának ez a kapcsolata nagyon fontos, hiszen ők hidat képezhetnek, vagy akár a védőnők, hidat képezhetnek a szakmák között, és azt gondolom, hogy ilyenkor nagyon fontos az, hogy legyünk kapcsolatban, informálódjunk, tájékozódjunk, és hiszen a rendszer állandóan változik. Mi találkozunk ezekkel a fiatalokkal, tehát akár a RÉV, akár a pszichiátriai osztály, akár a zsibrikiek, tehát a drogrehab. Találkozunk ezekkel a fiatalokkal, magyarul tudjuk, amikor bajban vannak. És azért az, hogy hogyan lehet ezt fölismerni, milyen esetekben érdemes azon gondolkodni, hogy hát itt lehet, hogy valamilyen szaksegítség szükséges. Sajnos már a droghasználat területén is nagyon széles a kínálat, de egyéb más dolgok is negatívan befolyásolhatnak egy ilyen helyzetbe kerülő fiatalt. A designer drogok még mindig ott vannak, viszont látunk mást is. Ahogy említettem is, egyrészt a szorongás nagyon magas, az öngyilkosság veszélye, az a fajta befele fordulás, eleve ez a serdülő korban, azt gondolom, hogy eleve jellemző a hormonváltozások és egyebek kapcsán. De emellett ott látjuk az energiaital fogyasztásának a problémáját, illetve a játékot. A játék, ami már nem az egészséges kategóriába tartozik, tehát akár mondjuk nem mennék el a sportfogadásokig, hanem az internet előtti történő játékokra gondolok itt elsősorban. Úgyhogy a designer is fontos, de mi most azt látjuk, hogy a mellett még fontosak a felsoroltak is. Tehát a gyerekek pszichés, lelki állapota, a gyerekeknek a szülőkkel való kapcsolata, ez is nagyon fontos, és amikor mondjuk 18 év alatti, 17 év alatti jön be, vagy jelentkezik, akkor a család bevonása azt gondolom, hogy mindenképpen szükséges. Ennek a korosztálynak van a leginkább szüksége a megértő odafigyelésre, hogyha bármi gondjuk van, tudják, van kihez fordulni, kaphatnak segítséget. Illetve az oktatási intézményeken keresztül lehet nagy hangsúlyt fektetni a megelőzésre is, mondta az intézményvezető. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!